Üdvözlöm a Weekend nézőit, igazi kulturális kavalkád kezdődik ma Nyíregyházán a Vidor Fesztivállal. Programajánlónkból a hétvégi koncertek időpontját, helyszínét tekinthetik majd meg. Idén a megyei könyvtár is csatlakozik a Vidorhoz, az ünnepi könyvhét eseményeiről nem sokára beszélgetünk előtte, azonban egy csoda helyet mutatunk be, a nyírteleki levendulás kert közönség szavazáson lett az ország legszebb levendulása, vendégünk török Bolek Tünde, a kert tulajdonosa. Szia Tünde, jó estét kívánok! Szia. Mit szóltatok ehhez a fantasztikus eredményhez? Hát amellett, hogy nagyon-nagyon örültünk ennek az eredménynek, nagyon meg is lepődtünk, mert azért a kert még csak 3 éves, és még nem gondoltuk, hogy ekkora népszerűségnek örvend. Úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtünk, és nagyon boldogok voltunk, hogy ilyen aktív követőtáborunk van. Valószínűleg jó élményeik lehettek, amikor ott jártatok, vagy ott jártak nálatok a kertbe. Szerinted mennyire számít az, hogy egyrészt milyen a kert, tehát a maga a természeti adottságok, és a fogadtatás mondjuk, amiben részesülnek azok, akik ellátogatnak hozzátok? Hát az az igazság, hogy egyre több levendulás kert van az országban, és a megyében is nagyon sok van. Mi viszont nem kifejezetten csak levendulás kertet szerettünk volna létrehozni, hanem egy közösségi kertet, ahol mindenki jól érzi magát, és egy kicsit ki tud kapcsolódni. És a levendula szedés, ez csak egy nagyon jó ürügy, egy jó kis csalogató program. Emellett mi azt szerettük volna, hogy ott mindenki kedvére piknikezzen, játszon, eltöltsön egy olyan napot, vagy délutánt, ahol ki tud kapcsolódni. És ez az idejében én úgy láttam, hogy sikerült is. A 2 hétvégén rendeztük meg ezt a levendula szüretet, közel 500 látogatónk volt, és nagyon sokan voltak olyanok is, akik egésznapos programként tekintettek a kert látogatásra. És ugye nagyon sokan használják fotózás helyszínéül a levendulás kerteket, vagy egyáltalán, hogy egy picit a természetbe feltöltődjenek. Hány tű levendula van a ti kertetekben, illetve mi a helyzet a tulipánokkal? A kertünkben 4000 tő francia levendulánk van, és emellett 7000 tulipánunk van. Mind a kettő úgy jött létre, hogy szedmagad akcióban le tudják majd szedni. Sajnos az idei évben a tulipán szüretünk elmaradt, mert az időjárás nem kedvezett neki, és arra is rájöttünk, hogy ezt a kertet, illetve ezt a tulipán mezőt bővítenünk kell ahhoz, hogy még szebb legyen, úgyhogy az idei ősszel körülbelül 20000 tő tulipánt fogunk ültetni, úgyhogy remélhetőleg tavasszal már egy tulipán szürettel nyitunk. Ez kimondani is sok, amikor ugye rendelkezésre állt ez a terület, ez az 1 hektáros terület, és kitaláltátok, hogy akkor ide levendula kerül, akkor milyen előzményei voltak? Tehát csak fogtátok és kiástrogattatok bizonyos kis gödröket, és bekerültek a levendulák, vagy azért komolyabb munkálatok előzték meg egyáltalán, ezt lehet-e gépesítve, vagy csak kézzel lehet ültetni? Hát abszolút kézi munka igényes a levendula ültetése és a termesztése is. Amikor ezt a kertet mi egyáltalán megálmodtuk, akkor ezen a területen semmi nem volt, körülbelül 1,5 méteres gaz, és ez egy nagyon-nagyon elhanyagolt kert volt ott Ferenctanyán. Gondolom, hogy már akkor a gaz írtása is egy nagy meló. Most ugye, igen, a gyönyörű levendulákat látják a nézők, a méhecskék látogatják a pompázatos virágokat, amik illatoznak ott nyírtelek környékén. Úgyhogy ez egy nagyon nagy munka volt, ráadásul nagyon rövid idő alatt kellett ezt megvalósítanunk, mert augusztusban vásároltunk meg a kertet, és ősszel el kell ültetni a levendulát, úgyhogy október 23-ás ünnepi hétvégén került a földbe az első levendulánk, most már majd 3. évesek. Hát jól bírjátok derékkal, mert azért ugye ez eleinte még nagyon aprócska növény, és hát nem csak elültetni kell, hanem öntözni, kapálni. És igen, hát sok-sok munka volt vele, de most már igazából kezd olyan lenni a kert, amilyet szerettünk volna. Úgyhogy a levendula mellett egy nagyon szép kis fás, ligetes részt hoztunk ott létre, ahol tényleg ez a piknik hangulat, ez minden egyes rendezvényünkön jelen van. És mellette mindenképpen azt szeretnénk, hogy minél több rendezvényt tudjunk tartani nyáron. Hát sajnos ez az idén a levendula szürettel bezárult, de reményeink szerint még szeptember végén tudunk egy rendezvényt tartani a kertben. Ilyenkor azért előkerül a gasztronómia is, tehát készülnek olyan ételek, amelyek kifejezetten levendulás ételek vagy italok? Hát nem is ételek, hanem italok, mert nekem nagy álmom volt, én élelmiszermérnök vagyok egyébként, és nagy álmom volt, hogy egy kis saját terméket fejlesszek.
és ez így jött létre a kert szörpjei a tavalyi évben, és minden szörpünk alapanyagát mi termeljük meg, és a levendula szörpön kívül gyógynövény szörpöket készítünk, és szintén őket is mi termesztjük. Itt még valamilyen finom sütiket is látok a felvételen, az pontosan micsoda? A sütemények azok úgy kerülnek ezekre a rendezvényekre, hogy minden rendezvényen én szeretném, hogyha Nyíregyházán hasonló kistermelők, kézművesek is részt vegyenek, és minden rendezvényünkön egy-egy meghívott vendégünk van, aki kapcsolódik a mi eseményünkhöz, akár a tavalyi tökfesztivál is volt, akkor tökös sütemények készültek, vagy a levendulás süteményekből álmodnak ilyen csodákat. Hát mit is mondtál, hogy lesz még egy rendezvény? Szeretnénk, igen, sajnos így a balesetem miatt a nyári rendezvények elmaradtak, de most már úgy látom, hogy szeptember végén szeretnénk mindenképpen egy újabb rendezvényt tartani. Ilyenkor szokott másodvirágzás lenni a levendulásban, ami még most sajnos nem látszik, mert ez a 40 fokos hőség egy kicsit megviselte őket, úgyhogy nem tudom, hogy szeptember végére lesz-e másodvirágzásunk, de egy ilyen őszi pikniket mindenképpen szeretnénk még rendezni. Ilyenkor persze ugye ez már nem jelent olyan mennyiségű levendulát, mint az első virágzás, de azért mégis, akinek esetleg mondjuk van kedve ezekből friss dolgokat készíteni, vagy lemaradt az első szüretről, akkor érdemes csatlakozni. Tünde, nagyon szépen köszönjük, és hát tavasszal pedig várjuk majd, illetve a jövő évadban a gyönyörű tulipánokat, mert hogyha ennyi tulipán hagyma kerül a földbe, akkor azt gondolom, hogy színpompás lesz majd a következő esztendő. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Kedves nézők, látványos képregényes program sorozattal csatlakozik a 20. Vidor Fesztiválhoz a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár az idei könyvhéten. Kertész Sándor képregény kutatóval a programokat bemutató sajtótájékoztatón beszélgettünk. A Vidámság és Derű országos sereg szemléje idén gazdag irodalmi programokkal is bővül. A tavaly elmaradt ünnepi könyvhét ugyanis idén rendhagyó módon a Vidor Fesztiválhoz csatlakozik. Gyakorlatilag a Vidor kezdetével egy időben, tehát már péntektől elindul a városi kiállítás, a Comic Street, tehát egy képregény utcát hozunk létre. A belvárosnak a kirakataiba rakjuk ki Kosmáros Pálnak a Rejtő képregényét. Ez egy ilyen klasszikus magyar képregény történet, amit az elmúlt években fiatal rajzolók felújítottak, digitalizáltak, kiszíneztek és gyönyörű szép albumokban kiadtak. Ezeket nyomtatjuk ki nagy méretben. És tulajdonképpen végig lehet olvasni a várost, tehát gyakorlatilag kirakatról-kirakatra menve lehet elolvasni ezt a történetet, és a látogatókat ez a képregény behozza ide a könyvtárba, tehát itt a könyvtárba ér véget a történet, és itt egy embernagyságú rejtő figurát ábrázol, a Piszkos Fred szobor fogja fogadni a látogatókat, és úgy kezdődnek itt a benti programok. És miért pont rejtő? Hát ez egy ilyen örök klasszikus, tehát ő neki egyrészt van egy nagyon jó nyelvi humora, tehát akik ezt végigolvassák, azok egyrészt akik nem ismerték, azoknak egy újdonság, akik ismerik, azoknak szinte ők kívülről tudják ezeket a beszólásokat, idézeteket, amik a rejtő könyvekben elhangzanak. Másrészt pedig hát egy olyan karaktert sikerült Kosmáros Pálnak megrajzolni ezelőtt vagy 50 évvel, ami egyszerűen hihetetlen. Tehát mindenki úgy van vele, hogy ennyire eltalálni egy ilyen szöveges poénnak a vizuális karaktereit, az nagyon ritka. És ezért is van az, hogy az elmúlt évtizedekben nem veszített semmit a népszerűségébe, és most a felújított változat megint tömegeket vonz, és ebbe bízunk mi is, hogy ez a tömeg ez majd részt vesz ezeken a képregényes rendezvényeken. Ez a képregény, amit mi most kiállítunk, már nem az a képregény, ami 60 évvel ezelőtt megjelent, de át van rajzolva, át van színezve, és a mostani fiatal grafikusok már nem az irodalmi művek alapján készítik a képregényeiket, hanem önálló szerzői munkákat csinálnak, nagyon professzionálisak, és nemzetközi hírű művészekről van szó, tehát itt a képregényes rendezvénynek a következő programja, kiállítása a képregény 21, ahol a mostani kortárs képregény rajzolók eredeti rajzaiból rendezünk kiállítást, és részt vesznek a rajzolók is, a Farkas Lajos, a Futaki Attila, akik hát európai, illetve világszínvonalon rajzolnak, hiszen az ő képregényeik Franciaországban, Amerikában jelennek meg, és csak az utóbbi időben hát tulajdonképpen tértek vissza Magyarországra, tehát mi megvásároljuk most a franciáktól a magyar képregény rajzolóknak a munkáit, amit már gyönyörű szép albumokba adnak ki. Úgyhogy ők lesznek a vendégeink majd elsőjén, és ők bemutatják, hogy most a
21. században, a digitális korszakban már nem kézzel rajzolják a képernyőt, számítógéppel, rajzpadokon, monitoron keresztül, tehát nagyon kevés az eredeti rajz, inkább csak a kiindulási alapja most már a kézi rajz a képregényeknek, az összes többi már egy technikai újdonságnak számít. A magyar képregénynek a helyzete az elmúlt években, mondjam azt, hogy 2000-től kezdődően rendkívül sokat változott. Egyrészt a felsőoktatási intézmények, képzőművészeti intézmények, tehát az iparművészeti, a képzőművészeti főiskola, azok az egyetemek, főiskolák, ahol rajzos képzés van, ott már elfogadott elbeszélési forma, kifejezési forma a képregény, tehát nagyon sokan írnak belőle most már doktori disszertációkat a képregény történetéből, a képregény esztétikájából, és adják be a vizsgamunkájukat képregény formában, amit elfogadnak, és le lehet belőle diplomázni. Most ezek most már kikerülnek a piacra, ezek a képregény rajzolók, és tulajdonképpen kiadói felkérésekre önállóan tudnak most már dolgozni. Kétségtelen tény, hogy a legnagyobb felvevő piac mindig külföld, tehát az, ami igazából jobban megfizeti ezeket a dolgokat, hiszen amiket itt fogunk látni, mint a Tondora Juditnak a rajzai, az előbb említett Futaki Attila Lajos, az ő munkáik, ezek mind-mind Amerikában és Nyugat-Európában jelennek meg. Úgyhogy egy egészen új korszak van, és egy nagyon nagy lehetőség áll tulajdonképpen most a képregény rajzolók előtt. Nem beszélve a digitális világról, tehát nem feltétlenül fogják most már kinyomtatni ezeket a képregényeket, hanem elképzelhető, hogy laptopokon, illetve tableteken, különböző platformokon fogják inkább nézegetni. Kertész Sándor képregénykutatónak Keretek közt rajzolók címmel jelenik meg kötete, melynek bemutatóját szeptember 3-án a Korzó előtti téren rendezik meg. A képregényes belváros programjai ma kezdődtek tehát, erről is az ünnepi könyvhét további programjairól Tomaszowski Anitával, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatójával beszélgetünk. Jó estét! Szia, Anita! Szia, köszöntöm a nézőket! Hát lassan, de biztosan szerintem egyre többen ücsörögnek majd a könyvtárba, jönnek ugye az őszi esték, amikor a könyvtár melegében jó lesz föllapozni egy-egy kedvenc könyvünket, vagy esetleg hazavinni, de most még azért a nyár utolsó lendületével, és hát egy fesztivál kellős közepén ti is becsatlakoztatok a programhoz, képregényes belváros, ugye? Ez volt ez a mai kiállítás. Kinek ajánljuk? Mindenkinek ajánljuk, aki szereti a képregényeket, és szeretne Piszkos Fred kalandozásain részt venni. Tehát már a hír eljutott több üzlethez, úgyhogy már jelentkeztek azóta, hogy összesen 17 üzlethez kell ellátogatni, és ott fogják megtalálni ezeket a képregény részleteket. Aki végig megy, az a könyvtárba jut, és ott pedig találkozhat Piszkos Frednek az életnagyságú szobrával, mely majd Szegedről érkezett a mai napon. És ennek apropóján pedig egy selfies játékot indítottunk a Vidor alatt. Selfizzenek Piszkos Freddel, töltsék fel a Facebook oldalunkra, vagy az saját Instagram oldalára. Egy kikötésünk van, és akkor lesz érvényes a jelentkezés, hogyha használják a könyvtár selfie hashtaget így ékezetek nélkül, és majd a legmókásabbakat, a legtöbbet lájkolót, megosztót, a legtöbb résztvevőt, és olyat, ami még könyv is szerepel, azokat fogjuk díjazni. A képregénytárunkba, a kamaratermünkbe képregényes kiállítások nyílnak a Vidor alatt, úgyhogy mindenkinek ajánljuk figyelmébe. Egy picit ezt még segíts már nekem megfejteni, hogy hogy jönnek ezek az üzletek? Tehát tulajdonképpen a sztori úgy kerekedik ki, hogyha valaki végigjárja valamennyi üzletet? Igen, a Széchenyi utca egy szám alól indul, és hát segítséget fognak kapni a látogatók, hiszen mindegyik képregény részletre rá fogjuk írni, hogy hol folytatódik. És üzletről üzletre mennek, és végül elolvassák az egész képregényt, amely a könyvtárba fog befejeződni.
Tehát ez egy picit olyan nyomozós játék is, igen, meg valahol talán annyi, hogy nyilván nem kocsival kell száguldozni, hanem Nyíregyháza belvárosában végig sétálni, rácsodálkozni esetleg olyan épületekre, ismerős vagy ismeretlen arcokra, és szépen megérkezni a könyvtárba. Hát körülbelül egy órás elfoglaltság lehet, hogyha végigjárják a kirakatokat, az üzleteket, kávéznak közben, ha az időjárás engedi, fagyiznak, és végül pedig a könyvtárba be is iratkozhatnak. Nagyszerű, annál is inkább, hiszen azért a szeptember ugye itt egy nagyon neves ünneppel kezdődik, legalábbis a könyvtár is az olvasók, olvasni szeretők életében ünnepi könyvhét és gyerekkönyvnapok lesznek szeptember 2. és 4. között. Hát mi mindennel várjátok a látogatókat? Ugye ez hagyományosan mindig júniusban van, de most áttették országosan erre az időpontra, így a Vidor Fesztivál keretében mi abban bízunk, hogy még több érdeklődőnek tudjuk megmutatni könyvtárunk színes program kavalkádját és szolgáltatásait. Ugye hagyományosan ugye író-olvasó találkozók, könyvbemutatók lesznek, elsősorban helyi írók, költők lesznek a vendégeink, de az ünnepi könyvhetet Lackfi János, József Attila díjas költő, író, műfordító fogja megnyitni. Vendégünk lesz Vári Fábián László is, aki idén kapott Kossuth díjat, az ő könyvét is bemutatjuk. Nógrádi Gergely könyvét is be fogjuk mutatni, és például Kertész Sándor az ünnepi könyvhétre megjelenő Keretek közt rajzolók című könyvét is bemutatjuk majd. Az, hogy gyermekkönyvnapok is lesznek, azt gondolom azt jelenti, hogy a gyerekeket is különböző érdekességekkel és olvasnivalóval várjátok. Mennyire kell népszerűsíteni a könyvtárt a gyerekek körében, vagy ezt megteszi esetleg az iskola, mondjuk iskolai időszakban, hogy látod? Az iskolák, óvodák behozzák a gyerekeket. Most a nyári időszakban, különösképpen a nyári táborok keretében nagyon sok látogatója volt az intézményünknek, egészen pici gyerekektől a nagyobbakig. Nekünk, mint könyvtárosnak az a feladatunk, hogy megnyerjük a pedagógusokat, és olyan programokat kínáljunk, ami beilleszthető a tantervbe. Úgyhogy mi mindig nyitottak vagyunk, és várjuk a pedagógusok visszajelzését, megvásároljuk azokat a kötelező és ajánlott irodalmat, amely most az iskolákban szükséges, és olvassák a gyerekek. És hát az ünnepi könyvhét alkalmából próbálunk olyan gyermekkönyvírót is elhívni, aki esetleg most népszerű, szeretik a gyerekek, pedagógusok, szülők olvasni most. Szeptember 3-án 10 órakor Bosnyák Viktória író lesz a vendégünk. És hát természetesen a téren, hiszen most a Nagy Imre téren leszünk a korzó előtt, népi fajátékokkal, kézműves foglalkozással, papírszínházas előadásokkal várjuk a legkisebbeket is. És onnan már tulajdonképpen csak néhány méter, hogyha itt az előbb azt említettük, hogy a képregényeket végig kell járni, hogy valaki, aki mondjuk esetleg eddig még nem iratkozott be a könyvtárba, az most itt megtehesse akár az ünnepi könyvhét ideje alatt, ami még egyszer mondjuk szeptember 2. és 4. között kerül bemutatásra. Ez a papírszínház, ez nagyon felkeltette az érdeklődést. Mert ez mit akar egészen fontosan? Különböző mesék el vannak készítve egy keretben, egy úgynevezett papírszínházas keret, és a keretet egyszer kell nekünk megvásárolni, és a belevaló meséket tudjuk cserélni. A gyermekkönyvtáros kollégák bármikor betérő vendégeknek, családoknak előveszik ezt a papírszínházas mesét, és egy előadást, mese felolvasást tudnak tartani. Ez nagyon-nagyon népszerű volt a pandémia idején, amikor csak online tudtuk a látogatókat, illetve az érdeklődőket kiszolgálni, megszólítani. Úgyhogy akit ez érdekel, látogasson el a gyermekkönyvtárunkba. Köszönjük szépen, Anita, reméljük, hogy sokan lesztek. Mi is köszönjük. Kedves nézők, bronzmesterművek Nyíregyházán címmel nyílt kiállítás a Városi Galériában. A tárlatot az egykori sóstói művésztelep alkotásaiból válogatták a szervezők. A galériában mintegy 100 kis plasztikát tekinthetnek meg az érdeklődők. Thank you.
job that's lonely kills you. Bruises that won't heal. You look so tired and happy. Bring down the government. They don't speak for us. I'll take a quiet life, a handshake of carbon monoxide, and Magyarországon szinte mindenki ismer legalább egy dalt Máté Pétertől. Olyan legendás zeneszerző, popénekes zongorista volt, akire generációja egyik legtehetségesebb tagjaként emlékezünk, dalai pedig halhatatlanná tették. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Nyíregyházán igazán hiteles tolmácsolásban csendülnek fel ezek a dalok. A slágerek a Bencs villában augusztus 30-án Csernák Tibor énekes zongorista előadásában hallhatók ismét. És hát nekem pedig akkora szerencsém van, hogy Csernák Tibort itt köszönhetem élőben a Weekend stúdiójában. Tibi, neked gondolom, hogy ez valahol egy ilyen, hogy is mondjam, nagy szerelem, nem? Máté Péter zongorázni. Igen, hát először köszöntök én is mindenkit itt a tévéképernyőn keresztül. Olyan szerencsében van részem, hogy egy icipicit így karakterben, hangszínben hasonlít a hangunk. Nyilvánvalóan nem hasonlítom magamat ilyen szempontból hozzá, mert egy zseniális előadó volt és fantasztikus énekhangú énekes, bár egyébként megsúgom ilyen szakmai füleknek, hogy körülbelül egy ilyen fél hanggal játszom maximum lejjebb a dalait, de az csak azért, mert egymás után 20 dalt kell énekelnem. Tehát nagyjából meg tudom azt csinálni. Nem akarok rá hasonlítani mindenáron, mert az talán badarság lenne. A zongora játékában is megfigyeltem a jegyzetességeket, megfigyeltem énekébe is, és azért próbálom úgy visszaadni, hogy ha valaki így becsukja a szemét, akkor egy picit úgy oda tudja képzelni talán a Pétert is. Ez egyébként érdekes, mert vannak olyan előadók, akik kifejezetten nem szeretnének hasonlítani arra az előadóra, mert ugyanakkor azért ez egy igen tehetséges előadó esetében, mármint az eredeti előadóra is gondolok, ugye akár egy nagyon nagy súly is lehet az utódok vállán, ugye eljátszani, elénekelni ugyanazokat a dalokat, amit hát én nem is vállalom ezt fel, mert ez tényleg olyan súly lenne, tehát ez túl nagy teher, hanem inkább beleteszem egy kicsit ezt a Csernák Tibis vonalat is, tehát zongorázásban, játékban, előjátékokban, közjátékban, improvizációkban szándékosan hagyok magamnak ott teret, ahol én is ki tudok így mögül egy kicsit bújni. Nyilván valamikor elkezdem énekelni, mivel sokat hallgatom őt emiatt, elkerülhetetlen az, hogy néhány ilyen frazír vagy egy-két ilyen megoldás így ne csúszom bele, de szándékosan nem keresem ezeket a hasonlóságokat. Ugye a Bencs villában kerül megrendezésre ez a Máté Péter emlékest, aki még nem járt hasonló koncerten. Hogy kell elképzelni, mekkora volumenű egy ilyen koncert? Hát van szerencsém körülbelül egy hónapon belül másodjára ezt itt előadni, és ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor szép idő van, akkor egy gyönyörű, kellemes nyári este közel 100-120 ember le tud ülni. Többen nézték egyébként az utcáról kerékpárokkal, nézték a szembe lévő bérházokból, tehát elég nagy közönségem lett a végére, vagy a közepére. És ott is tetszés nyilvánítottak, akár hogyne, az erkélyekről és hogyne. A biciklikormányokhova? Meg is szólítottam őket, meg kicsit ilyen interaktív, meg picit ilyen viszek bele ilyen kis humoros összekötő szövegeket, mind a mellett, hogy az Oremus Maja műsor vezeti, illetve az ő életéről ő szól, illetve egy zenésztársam, a Szabó Attila dobosunk kísér engem. Vissza akartam adni azt a régi érzést, amikor
a régi kultúrházakba egy szál zongorával odament a művész, a Péter, és egy nagyon rossz technikai körülmények között egy lehangolt hangszeren, maximum egy kísérőzenésze, egy dobossal elkezdtek játszani nagyon rossz torzító hangfalakban, rossz mikrofonokban, és pár perc múlva a közönség ezt mind figyelmen kívül tudta hagyni, mert hogy át tudott rajta ő úgy sütni, hogy mindezek a háttérbe szorultak ezek a hibák. És ezt próbáltam visszaadni, hogy lehet ilyen egy száz zongora minimális dobkísérettel, minimális énekeffektekkel, hogy lehet úgy dolgozni, hogy az ember mégis a kicsit a hatalmába kerítse, csúnyán mondva a közönséget, tehát hogy megfogja őket. Hát ez egy nagy magic, vagy nagy varázslat, és lehet, hogy azok, akiknek volt ebbe része, mondjuk annak a generációnak nagyon jó érzés, egy kicsit kikapcsolni az elmúlt pár évtized technikai vívmányait, akár, nyilván elkerülhetetlen, mert hát ott is van, azok, akik meg nem is tudják, hogy miről beszélsz, azoknak meg lehet, hogy egy teljesen különleges élmény, hogy nem kell itt nem tudom milyen digitális varázslat, és mégiscsak megszületik ez a katarzis. Igen, az idősebbek közül sokan mondják, akik jártak még olyan vendéglátóba, ahol ilyen egy zongorista, meg egy dobos, hogy de kár, hogy már ilyen nincs, hogy milyen kellemes, meg hogy nincsenek ilyen helyek, ahol ilyen bárzongora szól, meg így lehet beszélgetni, nem hangos, kellemes, szép melódiák, valami történik a zenében. Igen, látjuk, ugye? És akkor olyankor az embertek, hogy milyen jó lenne, ha itt is lenne ilyen hely. Gondolom, hogy titeket is megszédít néha ez, hogy csináljunk egy ilyen helyet. A nyugati kultúrában azért működik ez másképp, mert számtalan helyen bárzongoráztam a városba, és nagyon jól ment, és kezdett rájönni a közönség, és utána mindig bejött az a közönség, aki elkezdett olyan számokat kérni, ami ebbe a millióbe nem illett bele. Uh-huh. Sajnán mondjam, hogy ilyen mulatós és egyéb nótákat, meg ilyen rockos dalokat, amit még próbáltam is megoldani valahogy. Tehát, hogy egyszerűen valahogy az emberek egy részének az ízlésvilága nincs ehhez felelőve talán. Hát azért nem, ugye egy igazán jó zenész ezt nem adja fel, tehát hogyha pici apró etapokban is, de hát az a cél, hogy a közönség zenei ízlését is valamelyest formáljuk, erre szerintem kiváló lesz ez az este 30-án. Egy picit azért még a részletekről, illetve hát a technikai részletekről is beszéljünk. Van arra esély, hogy valaki oda sétál este és kap jegyet, főleg így a Vidor Fesztivál kellős közepén, vagy érdemes erről azért már korábban is gondoskodni? Hát szerintem érdemes korábban gondoskodni, de úgy látom a szervezők rugalmasak ki, és megpróbálnak mindenkit megtartani, aki a helyszínt meglátogatja. Egyébként a színházi egyirodából lehet a szokásos módon megvenni, vagy akár online is lehet erre egyet rendelni. Ugye Tibi, te zenész vagy, ízig-vérig minden sejtetben, és ez egy formáció, amikor te a zongoránál szinte egyedül, illetve egy dobos kíséretében játszol, és aztán vannak mindenféle felállások. Hogy telt a nyár a sok, illetve hosszú ideig tartó kényszerpihenő után, mennyire voltatok elfoglalva? Az idei nyár ez nagy meglepetés hozott nekem, mert a naptáramban elég kevés fix buli volt az előző évekhez képest beírva, és nagyon-nagyon gyorsan megtelt, és rengeteg különböző falunap, városnap keretében fölléptünk a Polip Bandel, a főzenekarommal, játszottuk a műsorainkat, van kiváló táncdalfesztivál műsorunk, annak a folytatásra tessék választani, a Máté Péterest meghívást kapott több helyre, tehát nagyon színes lett a paletta, ami egy nagyon nehéz feladat is volt, mert minden egyes ilyen projektre próbálni kellett külön, tehát nem az volt, hogy minden hétvégén játszunk egy vagy két esküvőt, hanem mindig valami történt. Például játszottam a zenesóustón, akarták, hogy adjam elő a Máté Pétert, mondtam, hogy nem szeretném, mert leszek a Bencsvilába, és ott például egy ilyen kávéházi úracímmel csináltam egy ilyen 50-60-as évek zenei világából egy válogatást. Hát azt gondolom, hogy a fejed meg a szíved tele van kottákkal és mindenféle melódiákkal. Tibi, köszönjük szépen. Szépen a részleteket pedig a varázslat részleteit augusztus 30-án láthatják a nézők a Bencsvillában. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a meghívást. Az ősz egyik legkedveltebb gasztronómiai eseményét jövő héten vasárnap rendezik meg a Sóstói Múzeumfaluban. A régi Magyarország ízai egésznapos, izgalmas kulináris élményeket nyújtó esemény. A programokról a Múzeumfalu igazgatójával, Balogné Szűcs Zsuzsannával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Szia, Zsuzsa! Én is köszöntök mindenkit szeretettel! A nyár is elég zsúfolt volt, főleg most itt az augusztus vége, ugye nagy rendezvényeitek voltak, és hát egyre többen látogattak ki a Sóstói Múzeumfaluba. A szeptember viszont azt gondolom, hogy a nézők számára már egy jól ismert rendezvény tartogat, itt a Régi Magyarország ízei címmel. Van egy rajongótábora ennek a rendezvénynek? Hogy látod?
Igen, én azt gondolom, hogy a Kóstolj meg Magyarországot jogutódjaként létrejövő régi Magyarország ízei már egy vált esemény. Vasárnapi ebédre invitáljuk nem csak Nyíregyháza lakosait, hanem a környéken élőket, sőt a megye határon túllévőket is, hiszen mi is kiterjesztettük a rendezvényben azokat a főzőcsapatokat, akik a Kárpát-medence minden területéről hozzák népi hagyományos ételeiket, Somogyból, a Dunántúl több területéről, Szentendréről, Szennáról. Ezen kívül Karcag városa lesz most a díszvendégünk, de Panyola, az örök Panyola is vendégünk lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ízei mellett mind az öt tájegységből mindenféle finomságot kóstolhatnak a vendégek, és újdonságokkal is kellett, hogy készüljünk, hiszen a pandémia azért megtizedelte a régi tűzgyökeres, hozzánk hű főzőcsapatokat is, úgyhogy új utakat nyitottunk, és új csapatokat szervezhetünk erre a rendezvényre. Hát reméljük, hogy nagyon jól sikerül, és a vendégek is örömmel veszik az új ízeket a múzeumfaluban. Ugye új ízek, de régi Magyarország ízei. Ez tulajdonképpen csak egy jól hangzó cím, vagy azért az ételek is tulajdonképpen a régi Magyarországon készült ételek, tehát tradicionális ételek lesznek azok, amelyek majd itt a főzőcsapatok bográcsaiban rotyogni fognak. Tradicionális ételek, de még az időben 1000 évet is ugrunk, hiszen van egy Árpád-kori falu részünk, és ezt az Archeoparkot már augusztus 20-án is az Inferro Veritas hagyományőrző csoportja lakta be, akik korhű Árpád-kori ruhába öltözve harci bemutatót tartottak, de jelenleg most a főzőüstöt fogják majd beízítani, és bizony nagyon finom bárány és nyúlételt fognak készíteni, úgyhogy időben nagyon el fogunk távolodni a népi hagyományoktól, és megelevenítjük az Árpád-kori ízeket is, de természetesen az volt a lényeg, hogy a falusi hagyományos népételek jelenjenek meg a területünkön, és természetesen azzal is próbálunk a látogatóknak örömet szerezni, hogy programokat is szervezünk. Tehát sok olyan csoport érkezik, akik hoznak magukkal hagyományőrző csapatot, citere zenekart, énekart, és bizony egy kis örömzene is lesz majd, és természetesen a gyermekekre is gondolunk, bábelőadással, egy kis manószwing együttes mini koncertjével is, ezen kívül népi játékokkal, népi játszóudvarral várjuk a vendégeket a múzeumfaluba ezen a napon. Tulajdonképpen a nagy színpad az a templom előtti téren lesz, ugye? Tehát az a színpad, úgy tudom, hogy fedett színpad lesz, úgyhogy a napra, vagy esetleg még a csapadékra is föl tudtok készülni, bár hát nagyon üdvös lenne, hogyha nem esne az eső ezen a vasárnapon, hiszen azért úgy sokkal kellemesebb főzni, hogyha nem kell az esernyőt tartani. Tehát itt lesznek a különböző programok. Hogyan kell a technikai részét elképzelni? Tehát, hogyha valaki valóban üres gyomorral érkezik, mondjuk egy egész család, akkor hogy tudja a vasárnapi ebédet tulajdonképpen itt elfogyasztani? Nagyon arra készülünk, hogy minden igényt kiszolgáljunk, tehát kedvezményes belépőjeggyel és ajándékkóstoló jegyekkel is várjuk a vendégeket, és a 6 és 70 év felettiek ingyenesen látogathatnak el a múzeumfaluba. Érdemes több költeni a faluba is, megnézni, hogy milyen ételek készülnek, és természetesen ennek megfelelően kóstoló jegyet lehet 5 helyszínen is váltani, megvásárolni, és ezeket lehet beváltani majd a kóstoló pontokon. Reméljük, hogy mindenki üres edényekkel, üres pocakkal érkezik, és vihetnek haza is finomságokat, de természetesen verseny is ez egyben. A közönségszavazata nagyon fontos, újra lesz szavazólap, és reméljük, hogy sokan fognak szavazni a kedvencükre, de ezen kívül egy zsűri is bírálni fogja majd különböző szempontok szerint az ételeket, lesz természetesen a legfinomabb leves, a legfinomabb főétel és a legfinomabb desszertnek is díjazása, és ezen kívül még nagyon érdekes díjakat is próbálunk bevezetni, például a leghangulatosabb csapat, legszebb sátor díját is, már 19-ben is odaítéltük, reméljük, hogy idén is nagyon kreatívak lesznek a csapatok, és megörvendeztetnek velünk bennünket az ízek mellett, jó hangulattal és gyönyörű dekorációval. Hát így legyen, tehát szeptember 5-én a Sóstói Múzeumfaluban régi Magyarország ízei egy vasárnapi napon, úgyhogy már szombaton se kellene
kellene sokat enni, kimosni az ételhordókat, és aztán terepszemlét tartani, és kiválasztani azt, amit majd lehet, hogy még este vagy másnap is fog falatozni a család. Zsuzsa, köszönjük szépen. Lassan egyébként ugye ősz, illetve hát a hidegebb idő beálltával már kevesebb program lesz a Múzeumfaluban. Mi lesz a záró dátum a mostani tervek szerint, amikor még látogatható a falu? Továbbra is a Márton napra készülünk, ami már sajnos kétszer is elmaradt. November 11-en, Márton nap, 13-án szeretnénk tartani ezt az eseményt, mi már nagyon várjuk, tehát ez egy olyan közkedvelt rendezvénye a Múzeumfalunak, amit már mi is tükönülve várunk. Reméljük, hogy meg tudjuk tartani, ha nem, akkor az online térben meg fogjuk tartani mindenképpen, de amúgy októberben lesz egy pásztorünnepünk, még 16-án is, és befejeződik a szezonunk. Köszönjük szépen! Kedves nézők, születésnapot ültek a nyíregyházi állatpark óriás hüllői, a komodói varánuszok. Az évfordulót a 10 éves testvérpár kedvenc ételeinek felszolgálásával ünnepelték meg Sokston. Nem tortával, hanem kedvenc ételükkel, marhahússal lepik meg a nyíregyházi állatpark szülinapos varánuszait. Az óriás hüllők 10 éve Prágában látták meg a napvilágot. Dorian és Florian testvérek, közvetlen szomszédságban, de egymástól elszeparáltan élnek. 2016-ban a fajmegőrzési program keretében kerültek a nyíregyházi állatparkba. Dorian és Florian esetében az a nagyon különleges, hogy ők szűznemzéssel keletkeztek, tehát mamájuk szűznemzéssel hozta őket létre. Ez tulajdonképpen az ivartalan szaporodásnak az egyik formája, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a nőstény állat a hímek közreműködése nélkül tud utódokat létrehozni. Tulajdonképpen ez egy túlélő stratégia. A szűznemzés feltehetően olyan populációkban alakult ki, ahol a hímegyedeknek a száma alacsony, és valószínűleg a komodói varánusz esetében is ezért jelenhetett meg a szűznemzés, hiszen eredeti élőhelyükön nagyon elszigetelten élnek egymástól, fajtársaikkal szemben is rendkívül agresszívan tudnak viselkedni, illetve hát még a szaporodási időszakban a hímeknek nem csupán egymással kell megküzdeniük, hanem bizony a győztes hímnek, még a nőstény állattal is meg kell vívnia a harcát, hogy végül elnyerhesse a párzás jutalmát. Az élővilágban a szűznemzés során általában elmondható, hogy női varú egyedek jönnek létre, a komodói varánuszoknál azonban ez teljesen máshogy van, hiszen a szűznemzéssel létrejött komodói varánusz utódok minden esetben hímek, akár csak ugye Durián és Florián is. Az állatgondozók egy titkos, speciális fütyszóval terelték ki, először az egyik, majd a másik állatot a megszokott helyükről. Ezt követően egy zárt, úgynevezett boxba kerültek, egészen addig, amíg a finom falatokat a kifutójukban elhelyezték a szakemberek. Sokan nem gondolják, hogy nem csak az emlős állatok, hanem bizony a hüllők is, köztük például a krokodilok is, illetve a komodói varánuszok is bizonyos szintig tréningezhetőek. Igazából náluk az a lényeg, hogy amíg le tudjuk kötni a figyelmüket apró falatkákkal, addig szinte bármit meg tudunk velük tenni. A tréning az azért is nagyon fontos, mert évente legalább egyszer egy nagyon aprólékos állatorvosi ellenőrzésen is átesnek állataink. Ilyenkor egy speciális ládába hívjuk ki őket. Ennek a ládának minden oldalán nyitható ajtók találhatóak, és annak függvényében, hogy állatorvosainknak a komodói varánusz éppen melyik testrészére van szüksége, a megfelelő ajtót kinyitjuk. Ilyenkor természetesen az állatok fixálva vannak ebben a dobozban, és amíg le tudjuk kötni a figyelmüket a finom falatokkal, addig bármit meg lehet csinálni velük, például vérvétel, illetve a karomvágás is ilyenkor szokott megtörténni. A látványetetés nem csak a közönségnek szól, az állatok számára is különleges program. Nem véletlen, hogy a lakomát láncra erősítik a gondozók.
Az etetésüket azt próbáljuk úgy alakítani, ahogy egyébként a természetben is ez megvalósulhat, bár nem teljesen követjük, hiszen a természetben képesek akár testtömegük 80%-át is elfogyasztani egyetlen egy étkezésre, ami az ő esetükben azt jelenti, hogy kb. 60 kg-osak az állataink, tehát egy etetés alkalmával közel 50 kg-ot is el tudnának fogyasztani. Ezt nem csináljuk meg, mert utána nagyon elustulnának, és nehezen lehetne őket kihívni. Tehát inkább kisebb, apróbb falatokkal tréningezzük őket. Ebbe rágcsálók, szárnyasok és marhahús is beletartozik az étrendjükbe. A természetben attól függően, hogy mekkora zsákmányt ejtenek el, nagyon változékony, hogy milyen gyakran. Ugye minél nagyobb állatot tudnak elejteni, abból annál több ideig tudnak lakmározni. Például náluk, hogyha nagy etetés van, ez mondjuk azt jelenti, hogy 5-6 kilós húst akasztunk be, utána előfordul, hogy egy hétig nem hajlandóak megmozdulni. Viszonylag keveset mozognak éppen ezért az emésztésük is lassabb, tehát olyankor ők pihengetnek. Az ő fogazatuk nem alkalmas a rágásra, és tulajdonképpen ugyanaz a metódus, mint például a cápáknál, hogy kisebb-nagyobb darabokat tépnek ki áldozatukból, ezt egyben nyelik le, illetve hát a csontok elfogyasztása sem jelent nekik semmiféle problémát. A komodói varánusz nem csak a ma élő legnagyobb hüllő. Alig több mint egy évtizede végzett kutatásokból az is kiderült, hogy az egyik legmérgezőbb is egyben. A szájából csorgó váladék ugyanis valójában méreg, amely az áldozat testében jelentős vérnyomás esést okoz, ezzel megakadályozza a véralvadást és kitágítja az ereket. A vadászó gigahüllő azután könnyen véges zsákmányával. Kellemes nyárvégi kulturális hétvégére invitálják idén is a pontírást olvasó látássérülteket. 2005-től minden évben Nyíregyházán rendezik meg az országos Braille olvasásversenyt. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete az egyik mozgató rugója a többnapos rendezvénynek. Vendégünk Nemes Nagy Tünde, az egyesület elnöke, aki szintén egy örök mozgó, és nélküled Tünde azt gondolom, hogy nem lenne ennyire rugalmas magának az egyesületnek az élete, és nem lenne ennyire színes, de hát gondolom, hogy ez rengeteg munkát jelent, és elég fáradtságos. Hogy érzed magad most itt a finishben? Hát nagyon fáradt vagyok, és nagyon koncentrálni kell, hogy minden flottul működjön, hiszen az országos Braille olvasás versenyre az ország minden részéről érkeznek látássérültek. Önkéntes segítőkkel együtt közel 70 embert mozgat majd ez a három nap. Hát ez tényleg egy nagyon nagy szám. Mikor kezdtétek el magát a mostani versenyt rendezni, vagy mennyire segít mondjuk az előző évek tapasztalata? Minden verseny más, minden... A tapasztalatok nagyon sokat segítenek, hiszen vannak visszajáró látássérültek. Ezt a verseny most ebben az évben, május közepén kezdtük el szervezni, de még a mai napon is érkeznek nyereményfelajánlások, kapcsolódni kell vállalkozókkal, akik süteményeket ajánlanak fel, tortát hoznak, tehát készítenek a versenyre, meg egyáltalán, tehát mindent meg kell szervezni, hogy jutnak át az eszközök, a nyereménytárgyak a rendezvény helyszínére, a szállást, hogyan kell a szobabeosztásokat elkészíteni, hogy a nehezebben mozgó, idősebb embereknek is kényelmes legyen itt Nyíregyházán. Ugye hát végülis tényleg ez három napot jelent, úgyhogy valóban egy nagyon sok mindenre ki kell, hogy terjedjen a ti figyelmetek. Most Krudi Gyula műveiből olvasnak majd a versenyzők. Ilyenkor mi az, vagy milyen szempontok alapján kell a, nem tudom, zsűrinek dönteni? Ennek az országos brájolosó versenynek azon túl, hogy a brájkultúra ápolása az egyik célja, illetve még az is, hogy a digitális olvasási kultúra egy picit háttérbe szorítja a brájkultúrát, és a harmadik nagyon fontos, hogy minden esetben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei írótól, szerzőtől
olvasnak azok, akik erre a versenyre érkeznek. Eddig kortárs szerzőink voltak, akik megtiszteltetésnek éreztük, hogy elvállalták és részt vettek a zsűri munkájában. Tavaly Kovács Judit, azelőtt Nagy Zsuka vagy Csabai Lászlóról tudok említést tenni. Idén mondtam a kollégáknak, hogy valamilyen ránk hagyott irodalmi értéket vegyünk elő. A 19. századba visszaugrottunk Krúdi Gyulához. Minden zsűri más szempontok szerint értékel. Az értő olvasás, a szöveghű olvasás, hogy 4 perc alatt ki meddig jut el a szövegben, hiszen mindenki ugyanazt a szöveget olvassa, akkor látja életében először, hogy most melyik novelláról, melyik elbeszélésről van szó, csak annyit árulunk el, hogy Krúdi Gyula egyik elbeszélését fogják olvasni, tehát nem ismerik a szöveget. Tulajdonképpen blattolnak, ugye? Ha lehet ezt mondani, igen. Tehát elsőre olvasnak. Vannak itt egyébként akár... tehát ilyen művészi élmények is, miközben hallgatjátok ezeket a felolvasásokat? Tehát vannak tehetséges előadók is a versenyzők között, erre akarok célozni. Igen, igen, vannak. Ők azok, akik például látássérültként kisgyermekeknek, saját gyermekeiknek például esti mesét olvasnak föl, ott komolyan hangsúlyoznak, tehát valahogy ráéreznek arra, hogy hogyan kell egy-egy mondatot felolvasni, illetve a tanárok is másképpen olvasnak, hiszen ők tanítanak látássérülteket nekik is, és vannak olyan olvasók, akik például van egy hölgy, aki Budapestről érkezik hozzánk, ő Braille Kotta átíró, Németh Tamásné Berta Edinának hívják, ő egy gyengéllátó hölgy, neki a férje egy vakzongoraművész, és ő például 4 éve kezdte el megtanulni a Braille írást, és 4 éve ő rendszeresen jár Braille olvasó versenyre, és évről évre hatalmasat fejlődik, tehát óriási teljesítmény nyújtanak. Lehet, hogy furát kérdezek, de van olyan jelentkező is, aki esetleg nem látássérült? Nem, ezen a versenyen csak látássérültek vesznek részt, nem jelentkezett még olyan, aki látóként olvassa a Braille írást. Ez mondjuk nekünk azért lenne csoda, és kicsit furcsa, mert azok a látó szakemberek, akik mondjuk látássérültekkel foglalkoznak, és elsajátítják a bráírást, ők soha nem kézzel olvasnak, ők mindig szemmel olvasnak. Ez nagyon különös. Tehát tulajdonképpen ugye a kis pontocskákat alakítják át betűkké, ugye? Tehát nem tapintással olvassák át, hanem így. Ez nagyon különleges. Volt egy kiállítás a múzeumban, a Józsa András Múzeumban, ahol például megtapinthatta egy laikus is mondjuk magát, ezt az írást. Magyarországon ma minden látássérült gyerek számára elérhető ennek az írásnak az elsajátítása? Például aki integrálva tanul, mert nem annyira súlyos a látássérülése? Magyarországon a gyermekkorban történő Braille írás elsajátítását Budapesten lehet a vakok általános iskolájában, ez egy speciális iskola, illetve Debrecenben és Budapesten van gyengéllátók iskolája, itt is meg lehet ezt tanulni, hiszen ide is járnak vak és aliglátó gyermekek. Az integrált oktatásban nem nagyon van ennek nívója, hogy ezt itt meg tudják tanulni, hiszen a szakemberek, tehát hiszen a látássérült gyerekek mellett nincs külön szakember, aki ezt nekik taníthatja. Aki integrációban tanul, az a jellemző, hogy ő tulajdonképpen a digitalizációra készül fel, hiszen általános iskolában hangos könyvekből tanul, vagy pedig számítógép segítségével, képernyőolvasóval, tehát ő a füle útján szerzi be az információt, középiskolában is ugyanez van, és hát egyetemen is, hiszen digitális könyvekből tanul, ő felveszi az órát mondjuk diktafonra, tehát megint a fülére támaszkodik. Azt gondolom, hogy a bráírás maximum ott jelenik meg az oktatásban, például az én saját példámat tudom említeni, az egyetemi tanulmányaimban, amikor készülök egy vizsgára, akkor a rövidített jegyzeteimet írom bráírásban, és ez nekem például nagyon sokat segít egy vizsgára való felkészülésnél.
beszélgettünk, de sajnos elfogyott az időnk. Én azt viszont azt gondolom megígérhetem, hogy magáról a versenyről be tudunk majd számolni itt a Kölcsei Televízióban, és hát mindenkinek nagyon szorítunk, aki ebben részt vesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Szeptember végi levéltári napon fotókiállítás nyílik Nyíregyházán. A tárlatra retro fotókat várnak a szervezők, a téma ugyanis a 80-as évek. A rendezvény részleteiről és a levéltári nap programjairól Kujbus Németcsei Évával, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltár igazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát kedves Éva, ez egy nagyon klassz felhívás, szerintem nagyon sok családnak a fotóalbuma tele van ilyen izgalmas fotókkal, ami a 80-as éveket jelenti. Hogy kell ezt elképzelni? Hogy jelentkezhetnek? Mit kell csinálni? Milyen témában várjátok a fotókat, és hova küldjék? A mi kiállításunkon azok a képek fognak szerepelni, amelyek a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában vannak, és az 1984-es években készültek. Uh-huh. Ezek hivatalos képek, leginkább épületeket ábrázolnak, és ezért gondoltuk azt, hogy töltsük meg élettel ezt a kis retro kiállítást, és kérünk olyan képeket, fotókat, amelyeken események vannak. Legyen az esküvő, kisdobosavató, író-olvasó találkozó, vagy akár egyházi rendezvény. Az a lényeg, hogy legyen rajta és legyen benne így ezáltal az ember. Gyakorlatilag lehet ez egy családi rendezvény, vagy lehet mondjuk egy olyan rendezvény, ami mondjuk egy szoboravatás, bármi, hogyha valaki készített erről felvételt, tehát most beküldheti. Nagyon jó érzés egyébként nézni ezeket a képeket. A közösségi oldalakon is van ilyen, azt hiszem, hogy régi nyíregyházi képek, és akkor összehasonlítani, hogy mi volt ott, most mi van a helyén, úgyhogy akár mondjuk ebbe az irányba is el lehet menni, vagy akár tényleg a családi titkokról is fel lehet egy kicsit a fátlat lebenteni. Kell hozzá egyébként eseményt is leírni, tehát hogy hol történt, mikor kikészítette a képet? Igen, nagyon örülnénk neki, hiszen maga egy kép az csak egy ábrázolás. De ha tudjuk az eseményt meg, hogy kik vannak rajta, akkor rögtön személyessé is válik ezáltal. És mi is azt reméljük, hogy a lányok majd rácsodálkoznak, hogy ugyanazokat a ruhákat vesszük, amiben anya 1984-ben volt éppen egy ünnepségen, vagy bármilyen családi rendezvényen. Tehát kérdésedre válaszolva, igen, személyes családi emlékeket is várunk, és közösségi fotókat is. Hogyha az eredeti fotókat kell beküldeni, és azok biztonságban lesznek, azok kerülnek kiállításra, vagy ezekről készül valamilyen digitális másolat? Nem, hát azt megértjük mi is, hogy mindenki ragaszkodik azért az emlékhez és a saját fotóihoz. Digitálisan éppen elég, ha megkapjuk, mert ma már ki kell nyomtatni, és egy kiállítás erejéig megmutatjuk, illetve feltesszük a honlapra, és itt lesz egy virtuális kiállítás belőle. Föl vagytok arra készülve, hogy esetleg több száz vagy ezres tételekben is érkeznek mondjuk fotók? Igen, hát a Magyar Nemzeti Levéltár áll mögöttünk a maga infrastruktúrájával, úgyhogy ha ilyen nagy szerencse érne bennünket, hogy mondjuk 1000 fotót kapnánk, akkor természetesen technikailag megoldanánk. Tehát akkor az is kiállításra kerül. Így van. Így magáról van. Egyébként még a levéltári napokról van-e valamilyen olyan információ, ami a közönség számára, a nézők számára is érdekes lehet, amiben belepillanthatnak? Természetesen szeretnénk egy kis társadalmi hátteret is felvázolni, mert a fotók érdekesek, de hát azért ismerni kell a társadalmat is. Így ezzel kapcsolatos előadások hangzanak majd el, valamint Kulcsár Attila urat hívtuk egy építészettörténeti előadásra, és Látszai Magdolna fog beszélni Soltészné Pádár Ilonával,
arról a hazafias névfronti munkáról, aki készítette ezt a sorozatot, illetve ő Kovács József és Mikó Zsuzsanna az Országos Levéltárból tart majd előadást. És hát a kiállítás pedig Valuk Tibor nyitja meg, aki ugye nyíregyházi kötődésű, és nagyszerű munkáig születtek erről a korszakról. Meddig lehet elküldeni, illetve hová kell ezeket a fotókat küldeni? A levéltárba lehet akár személyesen behozni, és azonnal beszkenneljük, és adjuk vissza, vagy a levéltár e-mail címére, ami a mi rövidítésünk, tehát ssbml@mnl.gov.hu. Tudom, ezt így nehéz megjegyezni, de a honlapunkon megtalálható a hír. És minden információ, szóval azok az 1980-as évek elevenednek majd meg. Reméljük, hogy sokan csillogó szemmel indulnak majd a levéltár irányába nagyon érdekes fotókkal, és köszönjük szépen, kedves Éva, hogy mindenről beszámoltál. Köszönjük, és várjuk a fotókat. Kedves nézők, nekem meg nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem az önök megtisztelő figyelmét. Tartsanak velünk jövő héten, és nagyon szép hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!